A korábban idős barát önkormányzat címet elnyert Karcag nappali és bentlakásos rendszerben is gondoskodik idős polgárairól. Két telephelyen összesen 171 fő számára tudja biztosítani a bentlakásos idős otthoni ellátást. Egy nagyon híres költő azt mondta, hogy az idősekre, hogy ezüst hajúak, de aranyszívűek. Én azt gondolom, hogy önök is, bár őszül a haj, hogyha mélyen a szívükbe, a lelkükbe néznek, akkor bizony egy aranyszív dobog. Egy aranyszív, amely felnevelt sok-sok fiatalt, felnevelt sok-sok unokát, és átadott sok-sok tapasztalatot és tudást. Az idősek világnapja alkalmából a Zöldfa úti tagintézményben is tartottak ünnepséget. Itt 63 szépkorú számára biztosít megfelelő éjjel-nappali ellátást az önkormányzat. A bentlakók mindennapi életét orvos és 48 ápoló könnyíti meg. Kötelességünk az, hogy az a generáció, aki előttünk járt, akitől sok mindent megtanultunk, akiktől kaptuk azt a tudást, amellyel mi fiatalabbak jelenleg rendelkezünk, hogy ezt a tudást mi is tovább tudjuk adni. Ez a kötelesség azonban azt is jelenti, hogy gondoskodni kell róluk, oda kell figyelni rájuk az év minden napján. Azokat a lehetőségeket, amelyek az önkormányzat előtt adódnak, pályázati lehetőségek, rendezvények megtartása, ezeket ki kell használnunk, és természetes, hogy az idősebb korosztály érdekében úgy megszervezni, úgy lebonyolítani, hogy ez az ő mindennapi életüket segítse. Ünnepi beszédében Szepesi Tibor polgármester elmondta azt is, hogy az idősek világnapja egyetlen egy nap, de szépkorú embertársainkról az esztendő minden egyes napján gondoskodni kötelesség.